Javában zajlik a pályaválasztási kiállítás itt a Babits Központban Szekszárdon, most pedig beszélgető partnerem Puskás Zsolt tagintézmény vezető helyettes, a Magyar László Gimnázium tagintézmény vezető helyettes a Dunaföldvárról. Üdvözlöm! Mit kell tudni az intézményről, mit érdemes az ide jelentkező diákoknak elmondani? Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm az érdeklődőket és a kedves tévénézőket. Egy vidéki kis gimnázium vagyunk igazából, ez a Dunaföldvári Magyar László Gimnázium. Most olyan 260 diákunk van. Amit rólunk szoktak mondani leggyakrabban, hogy a kistérség legcsaládiasabb intézménye vagyunk. Mivel kis létszám van, mindenkit ismerünk, ez nagyon nagy segítség a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban. 4 és 6 évfolyamos gimnáziumi osztályaink vannak. Most aktuálisan nyilván a 8-osok érdeklődnek a 4 évfolyamos képzés iránt. Mivel kislétszámú gimnázium vagyunk, ezért többletórákat tudunk biztosítani, nagyon jól működik a tehetséggondozás és a felzárkóztatás. A lényeges tantárgyakból mindegyikből csoportbontásban tanítunk, tehát a nyelvek, matematika, és igazából mi egy normál tantervű gimnázium vagyunk, de 11. évfolyamtól választhatnak a diákok fakultációkat, szinte mindegyik tantárgyból, amiből van érdeklődés. Nagyon jól működik az alapítványunk szerencsére, így az összes versenyt tudjuk finanszírozni, a versenyköltségeket és az odautazás költségeit is. Nagyon jó kapcsolatunk van a helyi önkormányzattal és a vállalkozásokkal. Többféle témahetet szervezünk, a pénzügyi témahetet, ugye pályorientációs napot kötelező gyakorlatilag tartani, és erre meghívjuk a környékbeli szakembereket, vállalatvezetőket, ezáltal is segítve a későbbi pályaválasztást a gimnazistáknak. Most a gimnáziumot elsősorban azoknak ajánljuk, akik még nem tudták eldönteni komolyan, hogy mit szeretnének tanulni a későbbiekben, milyen szakmával szeretnének, illetve akik mindenféleképpen tovább tanulni szeretnének. Őket felkészítjük maximálisan a tudásunk szerint az érettségire, közép- és emelt szinten, illetve a tovább tanulásra. Ugye 2020-tól nyelvvizsgával lehet csak majd tovább tanulni a felsőoktatásba, úgyhogy nyelvvizsga felkészítő tanórákat is szervezünk angol és német nyelvből. 3 nyelvet lehet nálunk tanulni, az előbb említett angol, németen kívül még az orosz nyelv tanulására van lehetőség, illetve hogyha nagy létszámú érdeklődés van, akkor szakkör tudunk indítani spanyol és olasz nyelvből. Vannak külföldi kapcsolataink Dunaföldvár testvérvárosaival, illetve az ott lévő középiskolákkal. Ez a németországi Weikersheimot jelenti, illetve az olaszországi Ossanát. A sportolóktól kezdve mindenki meg szokta nálunk találni a helyét, akár ha szükséges, akkor egyéni tanrendet biztosítunk nekik, és így magas szinten tudják a sportolást is űzni. Ingyenes ECDL vizsgára való felkészítés van az iskolában. Természetesen az informatikát is csoportbontásban tanulják. A másik, ami lényeges lehet a továbbtanulóknak, hogy nálunk nincs felvételi vizsga. A 7. évvég és a 8. fél évben megszerzett jegyekből számolunk egy pontszámot, és gyakorlatilag ez alapján vesszük fel a gyerekeket. Tehát nem múlik azon, hogy most éppen rossz napja volt és elrontotta a központi felvételi írásbelit. Mi a jegyeit nézzük, ami egy éves vagy fél éves teljesítményt tükröz, és ezáltal könnyebb gyakorlatilag a bejutás. Többen jelentkeznek emiatt is, mivel gyakorlatilag ez is stresszmentessé teszi az egész iskolai életet, és ez talán nagyon jellemző ránk, ez a családiasság, stresszmentesség, empátia, megértés.